Kihirdették a pótfelvételi eredményeket, így véglegessé vált az új hallgatók száma a felsőoktatásban. A Pannon Egyetem zalaegerszegi központjában mintegy 120 gólya kezdi meg tanulmányait szeptemberben. Németh István főigazgató elégedett az eljárás eredményével. Emlékeztetett, 3 szakterületen kínált lehetőséget a második körös felvételizőknek a megyeszékhelyi létesítmény. Ez a klasszikus gazdaságtudományi terület, a műszaki terület és az informatika területe. Mindenhol jó jelentkezési létszámokkal rendelkeztünk, és a hallgatók be is kerültek a gazdaságtudományi területen. 6 újabb hallgatót köszönhetünk közöttünk, műszaki tudományok területén 4 újabb hallgatót, és 2 az informatika tudományok területén. Úgyhogy egy sikeres eljárás bonyolítottunk le. Az első úgynevezett regisztrációs héten változatos programokkal és különleges előadásokkal készül a hallgatói önkormányzat és az egyetem vezetése. Az egyik újdonság idén a projekt alapú tesztmérnöki képzés lesz. Ezek a hallgatók ugye nem hagyományos módon táblánál fognak felelni, hanem projekteken dolgozva gyűjtik be azokat a krediteket, amelyek az ő szakmai előrehaladásukat biztosítják, és hát ahhoz, hogy ezt az újfajta oktatási módszertant megismerjék a hallgatók, akik totálisan nem ilyenből jönnek a középiskolába, ahhoz őneki különböző érzékenyítő, önismereti, illetve tanulásmódszertani, illetve egyéb dolgokat kell tudnunk ajánlani. Ezt mondanám, hogy ami egy nagyon újdonság lesz ebbe a mostani regisztrációs hétbe. A többnapos rendezvény programja péntektől nyilvános. A pontos napirendet az egyetem honlapján és Facebook oldalán találják az érdeklődők.